Már a tiszti orvosi hivatal és a betegjogi központ is vizsgálja a Merényi Kórház pszichiátriáján történt haláleseteket. Az egészségügyi államtitkárság azt közölte, múlt héten rendelték el az ellenőrzést, amit soron kívül végeznek el, és a kórház már megkapta a felújításhoz szükséges 40 millió forintot. Rozsdás székek, törött csövek, penészes falak, mocsok mindenhol, látható ez a zuhanyzóban is. Így nézett ki a Merényi pszichiátriai osztálya februárban, amikor az ombudsmani hivatal munkatársai a helyszínen jártak. A jelentés szerint emberhez méltatlan körülmények között zajlott az ellátás. Akkor a részleg azonnali bezárására szólították fel a főigazgatót, de ez nem történt meg. Ez a két esemény, ami történt. Az ombudsman szerint az ajánláson kívül ők mást nem tehettek. Megállapításaikat egyébként senki nem vitat. Általunk választott időpontban saját elhatározásunkból utófelülvizsgálatot folytathatunk. Hogy ez 10 nap múlva, 1 év múlva vagy 3 év múlva lesz esedékes, ezt majd az események döntik el. A Merényiben egyébként az elmúlt héten történt haláleseteket megelőzően is történt egy öngyilkosság nyáron, de hogy pontosan mikor, azt nem tudni. Kerestük a kórház főigazgatóját, szerettünk volna többet megtudni a halálesetekről, de most sem válaszoltak megkeresésünkre. A halálesetek miatt egyébként a pszichiátriai társaság is azonnali vizsgálatot követelt. Szakmai szakértők segítségével vizsgálni kell azt, hogy a személyzet, a szakszemélyzet nem vétette valamit az előírások ellen. Vizsgálni kell azt, hogy az épület körülményei valóban alkalmasak voltak-e arra, hogy ezt a tragikus esemény megelőzhető legyen. Az egészségügyért felelős államtitkárságot kérdeztük a vizsgálatról, közleményben válaszoltak. Ebben azt írják, hogy a Merényi már megkapta 40 millió forintot a felújításra. Ebből a pénzből kijavítják a tetőt, a vizes blokkokat kicserélik, megoldják a női és férfi betegek elkülönítését, akadálymentesítenek és új használati eszközöket is vesznek. A halálesetek miatti vizsgálatot pedig már a múlt héten elrendelték, soron kívül folytatják le, ennek eredményéről később adnak tájékoztatást.